Na. Nézzük, hogy mi a kése. Aha, eddig nagyon jó. Na, hát akkor üdvözlök mindenkit a Rayman Raving Rabbids végigjátszásának következő részében. Hogy vagytok, kedves nézők, akik itt vannak? Látom, itt van Levente is, Karma is, sziasztok! Nézzük csak, hol tartunk. Hú, már 26%-nál tartunk az egész játékban. De még nagyon az elején tartunk a játékban, de most azért vagyunk itt, hogy folytassuk. Csak közben lejjebb fordítottam egy picit nálam, mert egy picit hangos volt. Karma mondja, hogy éppen vidit vágok, de gondoltam közben megnézem, mit csinálsz. Na, köszönöm szépen, cuki vagy. És akkor, mi csak, ja, ott a banán sampon reklám meg minden. Hát, nézzük meg még egyszer, hogy eddig melyik napnál végeztünk, biztos, ami biztos. Végeztünk az első nappal, aztán a másodikkal. És akkor utoljára a negyedik nappal zártuk. Oké. Akkor lehet látni, hogy éppen haladtak a nyuszik. Na akkor haladjunk ki fel, és akkor jöjjenek az újabb próbák. Mint mondtam, hogy a mostani következő próbák ezzel valamilyen szinten nehezebbek lesznek. Ouch! Annyira aranyos volt az a párnyúszi, aki csak úgy integetett, azt jó napot. De ugyanúgy így fújnak rám, meg kiabálnak, de nagy részlet inkább így néznek, meg üdítőznek, meg integetnek. Ja, ez lesz majd a táncos rész, azt majd, azt hagyom majd utoljára. Na, akkor azt írja, hogy a New Seeker rosszak a bújacskában, vagyis hát a pikabú, hát ez a kukucs. Nem. Ja, izé! Ezt tudom meg, ez az 1-2-3 stop. Gyerünk. Gyerünk, utas. Utas. Ouch! Bukta. Rossz gombot nyomtam, de semmi gond. Próbáljuk meg újra. Lopakodunk, lopakodunk, lopakodunk. Gyerünk, gyerünk. Gyerünk. Gyerünk, 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 gyerünk. Oké. Oké. Futás, futás, gyerünk. Gyerünk. Gyerünk.
Gyerünk. Az. Ez az! Ki tudtunk jutni? Na. Ez volt az első próba. Nézzük, mi a következő. Ritkán hagyják a cuccosokat? Ah, ezt neked. Üst, vágd, nem apád! Hú, de nagyon koncentrálok, hogy így leüssem ezeket a nyúlokat. Na, mennyi pontot kell szerezni? Oké. Legalább így a határt azt így... A határt pontot azt meg tudtam szerezni. Hát... Jó, le kellett ütni azokat a nyúlokat a kertből. Nem elcsorni a répákat, azok az enyémei. Azok az én... répáim. Ja, ez ilyen memória játék lesz. Ilyen memória játék lesz. Annyira tetszik, hogy nekem ez a mini játék. Oké. Na mindegy, mert bár így kezdtem így, nagyon így unni, és már, már így összegabajottam, mert hogy egyre gyorsabban így ment az az egész memória cucc. De amúgy
ez az egyik kedvencem, ez a memória játékos. Na jó van, akkor megcsináltam mind a háromat, akkor most jöjjön a táncos rész. Na itt fogom egy picit lenémítani az audiót, de majd utána majd visszakapcsolom. Vagy még sem, mert így... Bár így a nagy részlet, csak a hangefektek így hallatszanak. Semmi gond. Visszahozzuk ezt a jó kis pontot. Mivel mi vagyunk a parti állatok, és nagyon, nagyon nyomatják a táncot. Aj, te jó ég. Nice! Némelyik pontnál tényleg így bonyolult ez az egész. Semmi gond. De legalább úgy, ahogy sikerültünk becsinálnom ezt. Hát, mint tényleg itt most már egyre nehezebbek lesznek nem csak a többi pálya, hanem a táncos részek is. Hogy nyomatják a táncot? Annyira jól meg van csinálva. Tehát a koreográfia az valami fantasztikus. Igen. Új zenét kaptunk, jaj de jó! És akkor jöjjön a boss fight. Na ez is lövedezős lesz, és gondolom, hogy a temetőbe leszünk. Mivel, hogy... A nyulak nem nyugodna békében. Nem nyugodna békében. Mert még robotnyuszi is van. A macsokja. Ezteket. Ráadásul... Még robotnyuszik is vannak. Te meg hova kószálsz, te? Robotnyuszik. Bum. Splinter Cell-es nyuszi is van. Jó van.
Na mi van? Mi van a robot Lucy? Oppá, még ez a nagy darab is volt. Mit akarsz tőlem, te robot Lucy? Uha, jumpscare lesz. Oh, hello! Azt hiszem, megyek bebuggolni az egész pály, és akkor ki kell lépnem. Aj, te jó ég. Hello, Super Newsy! Ne te. A búvár Newsy-t is vannak. Jaj, de jó. Mindenféle van. Ne te. Kukucs! Ne te. Na, kedves robot, hova viszel te? Valóban elvezet engem. Nice. Oké, akkor menjünk be a katakombákba. Hoppá! Takarodtok? Az igen. Kettőszerre. Ébresztő állom, szuszék! Gyertek csak! Ó, nem, azt a dobozt nem veszük föl, mert akkor... Na, szegényes. Splinter Cell-ek meg mindig itt van. Ezek meg mit köröznek itt a fizisnél? Ó, hogy nyomadják a Rock and Roll-t! Aha, ott van fönt a Baby Girl Box. A mit akarsz? Na, hova repülsz? Azt hittétek. Na, gyerünk. Hol bújkáltok még? Nem. Gyere! Add ide a rakétáidat, mindjárt visszaküldöm. Na? Gyertek elő! Úgy másznak föl, mint a zombik. Egészség. Na, bullseye volt. Na, gyere robot. Mutasd mit tudsz. Küldjed el. Én meg visszaküldöm. Jéj, ez az sikerült! Megmentettük! Megmentettük Baby Globoxot! Best player in the universe! Legjobb játékos az univerzumban! Hát kösz szépen játék, hogyha ezt gondolod! És akkor megszerezzük a következő WC pumpát.
És itt is van. Na és megint egy hurcol minket ez a nagy meleg. Yeet! Kösz! Kösz, haver! Oké, okay, itt vannak a következő minipályák, amiket a family módban lehet megcsinálni. Kár, hogy ugye ebben a játékban csak úgy lehet ugye multiplayerrel játszani, hogyha itthon vagy így egymás mellett ugye barátaiddal, meg hogyha végeztél a story móddal, és csak akkor elérhetőek ezek a mini játékok. Na. Akkor menjünk át diszkóba. Nagyon jól néz ki. Igaz, igen. Nem oda illik ez a szemüveg. Ez nem a diszkó, hanem a nagy is, de ez megteszi. Mint ahogy láthatjuk, hogy ott van a három, meg egyszerűen föntött a másik kettő, de még mindig nem elég ahhoz, hogy ki tudjunk mászni az ablakon, mert rohadt magasan van. Hogy van, hurcoljál el kifele? Bánom is én. Yeet! Hoppá! A legtöbben szinte egy unatkoznak, meg alszanak. Csak alig van olyan nyuszi, aki ilyet így néz is. Vagy így csak egy unalmában így ott ül az csá. Meg hogyha jól láttam, akkor ottan integetett egy-kettő, de a közönség többsége az szinte így eltűnthet kb. Az 50%-a? Az 50%-a maradt meg így ebből. És nagy részüket szinte így alszik vagy unatkozik. Az azért nem semmi. Hát kb. Egy 5 napja vagyok itt ezen az egész okay. Vagyis hát Akade is itt van. Kop-kop, csókolom Ágiban. Hát ebben a játékban nincsen Ági. Sajnos. Hoppá. Hoppá, itt a anatómia lesz. Húha, hoppá, pont fejjel lefelé lesz majd így az egész. Hát úgy, ahogy sikerült. A szemét véletlenül elfelejtettem rendesen beilleszteni, de nagy részt megoldottam én. A száj az 9%-ban voltam. A fülek az 89%, a fülek az 88%, a karok is 76%. A szemeket az... Nem, elcsesztem az egészet. Na nem vagy. Na ezt a pályát sem szeretem, mert... hogy tényleg így a sötétben kell így kutakodnod, meg így rájönned, hogy most akkor tényleg hol van az az istenverte. Na most akkor szerencsém volt. Hmm.
hát... Majdnem jó volt, csak egy lejjebb kellett volna. Raktam ezeket a kulcsokat. De tényleg olyan nehéz úgy megcsinálni, hogy... Tényleg így... Ó, most meg bal felé lesz majd. Na nézzük! Na! Na, három a magyar igazság! Ági! Nincs! Igen, karban nincsen Ági! Az a nyuszi biztos ivott Ágit. Vagy csak ilyen rendes répa juice. Na akkor jöjjön a következő pálya. Nagyon érzékenyek ezek a... Igen, szegényke! Üzni kell szegény szerencsétlent, addig a figyel nem jön, mint ki púp a fejét. Aj, ne. De jó ég. Elérőszt, felment. Hát így elértem így a Superman szintjéhez. Szegény szerencsétlen nyuszító, addig kellett így ütnem, várnom, amíg ilyen hosszúra nőtt a púpja. Nem félreérteni, Akame! Nem félreérteni, ez egy családbarát tartalom. Júj! Úgyhogy el kéne vezetni a kis palacot a... Ja, itt a nyelv. Aha, itt már könnyű is lesz az egész. Azért is jó, hogy ott van nálunk a malac, mert az a röfög egyet, és akkor jelzi, hogy melyik részre ne menjél. Vagy így érzi a... hogy hol a csapda. És most szerencsére első próbálkozásra sikerült megoldani ezt a fejet. Hát tényleg így a nagy közönséget szinte így unatkozik, meg így random, meg integet. Meg alszanak. Az jó napot. Mennyire kitartó vagyok, hogy minden kihívást így túléltem. Azt így várják, hogy legyen valami durvaság, de hát úgy tűnik így. Már nagyon unják már az egészet. Na újabb. Újabb táncos rész. Na így jó lesz. Na kérdezi Akane, mi ez a 90-es évekbeli hippi ruha amúgy? Hát kedves Akane, itt a játékban be lehet állítani a Raymannek a kosztümjeit, és hát ugye van a diszkó, nagy is, meg... meg gangstás, meg hát nemrég szereztük be a gótikus, meg a DJ szettet.
nagy is volt. De tényleg van egy ilyen kosztüm, hogy mindenfélét így be lehet állítani. Majd a... Hogyha végeztem a mostani bosszal, akkor majd megmutatom, hogy miféle választékok vannak. Jó van, Karma, majd várunk vissza. És már meg is csináltuk a táncos részt. És akkor valószínűleg megint nyerni fogok egy kosztümöt. Let's go, what are you doing? Úristen! Elvis Presley-s féle kosztümöt kaptunk, jó van! Hát... Komolyan mondom, ez a játék, ez csúcs. Na, még egy verseny lesz. Ezekkel a disznótelnekkel, de most a temetőbe. Nézzük el, de ez itt a pokol. Ebben a játékban. Ez a pokol. Picsarúgó cipőet igen ott az Elvis estén, én tényleg ilyen de picsú. De nyomatja valaki a... zenét ott a hangfalon. Na, gyorsan így sikerült az első helyre kerülni. Baszki, hát tisztára medvehangjuk van ezeknek a disznótelneknek, tiszta medvehangjuk van. Hoppa, az egyikük kiesett. Valaki elütötte szegény szerencsétlen nyuszit. Gyerünk, Rayman, gyerünk! Pedig fog! Csak kitartás. Ez az. És... győzelem! Ez jobb, mint a töri óra, megyek oda! Ugye, hogy ugye? Ez a hely sokkal jobb. És meg is szereztük a WC pumpát. Hoppá, most... most nem visz minket a nagy meleg, hanem így elkísér. Te rendes tőle! Köszi, haver! Börtön ablakába soha nem süt be a nap. Na, közben Hello Newsik, aki ottan bámészkodik ott az ablakba. Addig közben megmutatom a kosztümöket, hogy mik vannak. Mint mondtam, hogy van a diszkó. Na itt a rock and roll. Elvis Presley-s. Itt a gangsta. Gangsta Rayman. Meg hát ott van a DJ-s. Nekem ez az egyik nagy kedvencem, ott a kosztümök között. Meg hát eddig most itt van át a eredeti.
Rayman kosztüm. Ja, meg ott van a gótik kinézet is. Ez GTA basszus. Ja, ez a gótikus van is. Tehát ezzel a gangsta kosztümmel az tisztára GTA stílus. De meg itt a nagyi kosztüm. Csak is, hogy megmutassam, hogy tényleg van ilyen. Na ez a set szerintem így tök jó. Részben Gangsta cucc, meg DJ, meg rock and roll szemüveg. Meg ahogy így látom, így jól meglettek ezzel, hogy így otthonosabbá tették az egész tömlöcömet. De rendes tőlük. Van rendes ágyom, jó kis szőnyeg. Na most rendes mosdókandóm is van, hú, meg így egy kis kép is van ott a falon. Meg micsoda zenegépet kaptam. Az azért nem semmi. TV nincs. Igen, az nincs. De nem baj. Az is jó. Na akkor, jöjjön a következő próba. Na, hova tűnt a hello? Szevasz, haver! Most ő lett a testőröm. Aha! Ő kísért ki. De rendes tőle! Gyuszi, hogy elfolt ezzel a sihúzással. A többiek ugyanúgy unatkoznak, de azért páran tapsolnak, ilyen lassú tapsot adnak. Na. Jaj, nem már! Ez megint ez az agyas pálya, ez nagyon morbid. Ez nagyon rossz. Már megint oda hozzávágja itt a buzogány, szegény szerencsétlen. Opa! Hát ez van, hogyha elcseszi az egészet. Egyre nagy hatással van ez a buzogány. Mekkora a szemét? Na, hello Janka, üdvözlünk a streambe. Mert éppen szerencsétlenkedek ezzel az agyas pályával. Na. Hát ha most itt sikerül az egész, de miért pont oda megy arra kis részre, ahova nem kéne? Gyerünk. Ez az! Sikerült! Jó, fejbe kólintja. Hát igen, mint például most is. Ezt neked, te bocsok.
Azért, mert egy fejbe vágtál engem. Remélem, hogy ebből a pályából nincsen harmadik rész, hogyha jól emlékszem, akkor nincsen. Hoppá! A nyudak szeretik a meglepetéseket. De ez másfajta meglepetés lesz. 51... legalább 51 ezer pontot kell, hogy szerezzek. De is megtudjátok, hogy miért. Mert ebből lesz egy csavar. Erre csörög a dió, arra meg a magyaró. Gyere csak ide! Gyere erre! Aucs! Au! Ú, de megrázta! Na gyere csak ide! Gyere, 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 gyere! Hoppá! Egyre nagyobb, nagyobb az árnyékod középen! Húha! 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 Mi lesz itt? Ez az! Elértem az 51 ezret! Mert ez így 50 ezer tonnányi vas volt ez. És szegény szerencsétlen nyújtját egy össze lesz így napítva. Na, ez meg egy focis pálya lesz. Jéj! Gót kell lőni, legalább 2000 pontot kell, hogy elérjek. Halom, nagy darab állat. Na gyere csak ide! A mocsokja! Szegény szerencsétlen! Pedig milyen jól kezdődött ez! Nice! Ez az! Megvan a 2000! 16 tonnát rossz és mennyi a bér? fekete szén. Hát az akkora nagy cucca volt, ami ráesett szegény szerencsétlen nyuszira. Na, jöjjön a táncos rész. Raving mad. Ez is nagyon jó szám az egész játékban, szerintem. Igaz, így itt nem halljátok annyira, mert az ugye muszáj volt, hogy lejjebb halkítanom az egész játékot. Na, ugye copyrightos legyen. Bocs, ez jutott eszembe. Hát semmi gond! Rayman a parti állat itt van.
megtáncoltatja a nyuszikat újra. Alakul ez a molekula itt a táncparkettán. Ez az. És kész is van. Itt meg volt a DJ party. És gyertük. Kíváncsi leszek, hogy miféle számot kapunk. Ja igen, ezt a gótikus számot kaptuk meg. Na és akkor jöjjön a nagy harc! Mentsük meg Baby Globoxot! Amiből jó sok van még. Támadásra fel! Most a bányákban lesz! Valaki nagyon el van! Ottan viszik szegény Baby Globoxot. Ne szente nagy melák. Surprise? Van valami surprise? Aha. És megyünk szépen lefele. De is sorozatosan így jönnek a nyuszik. Na gyertek csak! Ó, most már ugri-bugri! Izé. Nefe! Mennyi ugri-bugri nyuszi van itt? Most már ezeket a nyulakat is belevették. Nem? Jaj ne! Jaj ne! Ez az végre kussolt zene. Nem akarom, hogy ebből így a copyright legyen ebből. Ó, takarodsz! Tegyél szerencsétlen, hogy be... Takarodsz? Mert ezek a mászkáló robotok is belevetették az egészbe, hogy még bonyolultabb legyen az egész. És megyünk a sötét alagutakba. Sötét van! Ki ide lelassultunk? Hello Superman Nyuszi!
Na, most bezzel nem vagy kemény. Gyere csak. Nyú. Indultunk tovább. Csí, de sötét van, assza mindenit. Na, neztek! Ez jó lehet, talán. Sütj! Ugrás! Repülsz! Te is! Húha! Húha! Végállomás leszállás! Gyere csak ide! Hallom ám, hogy itt van a Baby Globox! Mindjárt ittem vagyok! Nesze! A mocsokja! És az utcsó pillanatban megfogtam azt az egy nyuszit, és akkor... Megvan. Legjobb játékos a világon. Destroy bitch saucers. Remek. És végeztünk is. Sütj! Ta-da-da-dam, dam-dam-dam, ta-dam. Ó, köszönöm szépen, hogy visszakísérsz. Igazán rendes tőled. Most ő lett a testőröm. Mit rókodsz itt az ablakba? Azért. Nézzük csak, hogy... Hány napnál tartunk? Osztom! Már egy hete itt vagyunk ebbe a nagy bőhadiszállásba, itt abban nagy tömlőcbe. Azt már itt tartunk, hogy lassan kezdenek megkedvelni a nyuszik. Az azért nem semmi. Akkor... Jöjjön a következő nap! Valószínűleg az lesz, hogy... Hogy a... 9. napnál fogom majd leállítani a... Az egészet, a streamet. Vagy a 10. napon, még nem vagyok benne biztos. Csak hogy jusson még hely a 3. részhez. Ami így vagy valószínűleg a hétvégén fogom majd megcsinálni. Hogy nézem, hogy... Így azért... Tapsolgatnak meg azért... Az animáció látani... Így éjjeneznek. De még mindig ez a... Ez a társalgós kis... Hang van. Na. Na, itt lesz az a rész, ahol lejjebb fogom tenni a
az audiót, biztos, ami biztos. Ez az. Hup. Na volt egy kis technikai. Baki? Na ne fe. Bele a vízbe. Azért lassan azért tapsolnak a többiek. Nem tudnak csúszni a nyuszik. Ja, ez ilyen csúszatos kis pálya lesz. Micsoda rémen figurák vannak itt. Hát, ki fogok esni. Háj! És még mindig ez a rohadt sárgany kapta. Ah, mocsadékja. Így se lesz jó. Na próbálkozom meg még egyszer. Nagyon nehéz ezt az egészet megcsinálni. Na, ez az végre most sikerült. Egy pár centim múlott az egész, de nem baj, és sikerült ugye a második fordulónál, így megcsináltam az egészet. De ezt a pályát sem szeretem. Jaj, már megint itt csukni kell az ajtókat. Végzik a dolgukat aztán. Petyére csukni az ajtókat, mert arra nem képesek, szerint szerencsétlenek. Ajtót becsukni! Közben betrókodnak a mocs... búvár nyuszik. Van meg ez. Hány percig kell? Ne!
10 másodperc, mert múlott, hogy megcsináljam ezt az egészet. De rohadékok ezek a búvárnyuszik. De legalább meg volt az 1 perc. Fú, de betrókodtak itt a gyuszik, amikor nem kéne. És akkor jöjjön neki kis tánc. Ez ugyanaz volt, mint az első napon, csak hát ez most egy picit bonyolultabb. Nice! Tényleg, tényleg látszódik, hogy ez sokkal bonyolultabb, mint az előző volt. Júi, megy ám a rock and roll. Remek. Ez az! Már csak egy maradt hátra. És kész! Megyem. Megyezem, mint a karikacsapás. És győzelem! Karamba! Karamba, kosztümet nyertem. Ez nagyon jó. Nem rossz. Úgyis. Karamba! Akkor jön a boss fight, amit mindannyian várunk, és akkor... Aranyázva, vagy mi van? Na itt vagyok újra, vagy nyugaton. Ébresztő!
Nyesze! Gyere, gyere, gyere csak ide! Valaki betrókodik itten. Nesze! Hogy így néznek, hogy na, az szép volt, öcsém. Süt! Oszta! Mindenféle fegyvert így hoztok nekem. Nesze! Ez jós volt. Kukucs! Gyere csak ide! Ejj! Lent van valami? Ó, extra élet! Ouch! Ez jó, visszatömködték magukat a jobba. Gyere csak ide! Hányan vagytok még? Azt hitted, hogy így csak így elnézzek, így valóban bársóban azt már is így leütsz. Nektek. Na, menjünk fölfelé, ott jobban látunk. Hoppá, valaki itt alszik! Gyere csak ide! A mocsokja! Mi ez a hang? Micsoda zümmögés volt itt. Hol vagy Baby Globox? Itt van. Nesze! Itt vagyok, Baby Globox, mindjárt kihoznak innen. Milyen lassan fel vannak fegyverkezve ezek a... Milyen jó fel vannak fegyverkezve ezek a nyulak. Gyere csak ide! Nesze! Nyúl nyugat és vedd hamarul! Igen! Üdv Norbi itt a streamben! Éppen végeztem a nagy boss fight-tal. Azért páran így tapsolnak. Az azért nem semmi. De tényleg így látszik, hogy azért kezdenek megszokni minket a nyulak. Most ez a nagy melegkel lett a testőröm. Kösz, haver! Mit trókodsz te?
közben szia, te kis nyuszi, aki ott a integet, ott az ablakba. Na nézzük, hogy mennyi napot csináltunk eddig. Hány napnál tartunk? Na most végeztük a 8. nappal, és akkor most jön a 9. amelyet így. Vagy az lesz az utolsó előtti, vagy az utolsó kis rész. Mert akkor úgy tervezem, hogy a hétvégén fogom majd az utolsó részt megcsinálni. Kukucs! Hát szevasz, haver! Jaj! Közben így visszaállítottam az OPS-en ott a hangot. Na! Nagy tapsvihar van! Az azért nem semmi! Az igen! Meg éljen ez nem! Azt a mindenit! Na már... Fel is rakták az első kis... zászlót, hogy I love Ray! Vagyis imádnak minket! Best friend, igen! Ez a nagy melák lett a nagy testőröm. Nézzük csak, miféle kihívásokat annak. Hoppáré! Na itt lesz az a rész, ahol megint így lenémítom az audiót, nem akarom, hogy így copyrightos legyen megint. Most az a feladatunk, hogy egy kórus kell vezetni, és hogyha valaki rosszalkodik, akkor ezt meg kell pofozni. Ne hamiskodjál, büdösködök! Ezt neked! Ja, fönt! A mocsotja! Nesze! Most meg te hamiskodsz! Nesze! Nesze neked! A mocsotja! Rendesen viselkedni a kórusba? Te is? Te is? Neszi? Hoppá! Véletlenül eltévesztettem az egészet! Hoppáré! Tehát ugye nagy lényegében hát ugye az volt, hogy így addig kell ugye pofozgatni, amíg véget ér a dal, de hát... elcsesztem. De azért megpróbálom megmutatni, hogy hogyan működik ez az egész, hogyha... pofádlapos? Büdöskölök? Áh, pont te vagy az első! Nesze neked! Most meg te magyarázó, a miskocs, össze-vissza. Na, tesze! Most meg te! Most meg te! Te hamiskodtok már!
Mert csak 40 másodpercig csak kibírni ezt az egészet. Rendesen énekelni a dalt, büdös kölkök! Ne szereked, te büdös kölök! Neked is! Na azé. Nem is volt annyira nagy ördöngősség. És itt van a másik zászló is, amiben ott van Rém, ennek a neve. És hát a végén hát ugye az lesz szerintem, hogy a fejére száll a hírném. Hát, nem szeretik, hogyha lelővik őket. Ne szereked! A szép kis cirkuszi butatvány. És itt is van. Ez az! Ez volt a nagy cirkuszi mutatvány, hogy ott a szegény szerencsétlen nyuszi ott pörgött, nekünk meg le kellett lőni. Ezen a nagy tehér szerkezeten. Hoppáré! Gyapjuszt kell gyűjteni. Hogy terelik őket? A gyerünk. Várjuk azt a sok gyapjút! Kell a gyapjú! Sőbb meg volt az a megfelelő mennyiségű gyapja, ami kellett. Igen, sikerült a három próbát becsinálni eddig, és most jön a táncos rész. Igen. Jó kis diszkó zene. Good times. Thank you.
Smooth move. Nagyon jó mozdulataitok, kicsi nyulak. Mindjárt vége. Boom! Kész is van. Na. Haladjunk akkor a következő nagy boss fighthoz. Nagyon nyomatja a táncot, nagyon nyomatja. Na akkor. Csak is lefele repülnek. Na ne már! Ez, és pont az a része van, amikor így bele kell repülni a különböző ilyen füstő karikákba. Ó, bakker. Nem biztos, hogy ez egy jó ötlet. Áú! És akkor jöjjön a célpont. Remélem, hogy épp időben beértem, mert hogyha nem, akkor egy hülyét kapok. Ej! Ez az! Célba értem! Szegény havarú. Hát, ez szerencsére beértem. Szerencsére beértem időben. És megszereztük a WC pumpát. Hello, testőröm! Köszi, hogy elkísértél! Na, ezzel is megvolnánk. Na jó, van egy utolsó
így lenyomok, aztán ezen majd így le fogom zárni a streamet. Csak most akkor. Hogy betrókodott ott a nyuszé ott a háttérben. Na, azt akartam volna mondani, hogy akkor beütözünk ebbe a karambá. Istenem, nagyon jók ezek a hangeffektek, komolyan mondom. Akkor karambá! Kosztümben fogunk majd játszani ezt a napot. Itt a tapsviar, és éljen ezek a nyuszik. Már egyre több zászló készült. I love Ray, Rayman forever. Mekkora nagy megtiszteltetés. És hát tényleg így úgy látszik, hogy a játék végén így a fejébe szállt a hírnév. Ja, malacos szív, a malacos, amikor így szívtelenek a nyuszik. Jajjaj. Jaj, közben meg így ezek a nyuszik is, hát így megzavarják. Nem jó? Oké. Gyere csak ide! És megy is volnánk! Hát a nyuszik azok szerint szívtelenek a malacokkal. De sikerült visszavinnem a párjához. Oké. Minden oké, sem megy. Jöjjön a következő feladat. Na már megint meg kéne fejni azokat a teheneket. Basta már így meg kell. És így akkor kattintanom kell, hogyha végeztem a fejéssel. Fejtsd meg a tehenet! És készen van! De hogy táncolt az a nyuszi az előbb? Ott a tehén mellett? Hogy rászta? Így előre a fejét. Na akkor... Vegyám a tapsvihar! Mindenhol! Ja, ez ilyen gyűjtögetős lesz. Össze kell gyűjteni. Na, gyerünk! Na csak, sikerül összegyűjteni ezeket a disznókat, meg a birkákat.
Sikerült! Sikerült összegyűjteni azokat a kis állatokat? És akkor jöjjön a nagy boss, és újra meg kell menteni egy baby globopsot. Nem szeretik, hogyha megzavarják őket éjszaka, a nyuszik. Kettő Jack Sparrow! Egészségedre! Kukucs! Ó, most már izé homok lapáttal meg gerebjékkel támadtok, mi? Ne fel! Még több Jack Sparrow! Meg lépcsapokkal támadtok? Megáll az eszem! Homok gerebjébe meg... Hoppa! Nehogy itteni ez gessé! Nesze! Én itt vannak a hulatáncosok is. Na? Jöttök még? Na már a... Az ugrálók is, nyuszik is itt vannak. Banzáj! Banzáj! Nektek. Na, te óriás robot! Ó, újra élesztik a... ezt a nagy robotot. Ajjaj! Ez így nagyon nem jó! A mocsokja! El kéne pusztítanunk ezt a robotot. Teked. Na gyere! Nőd ki a rakétáidat! Banzáj! A mocsotja. Szóval ezeket az ukró nyuszikat aztán nem tudom megfogni, hanem csak így lelőni őket. Gyertek elő! Na? Gyerünk akkor. Nem. Takarodsz? De mekkora átrepült. Na, gyertek, csak gyertek! Na, gyűjtök meg! Ott van a mászkálós robot. Nesze neked! Na, na hol van az az űrhajó, ahol hova tartja izét a... Na,
Bánzáj! Nessza neked, te mocsak! Szegénynek is beszorult a WC pumpa. Na. Na gyere csak ide. Na, jöttök még? Egyéb jumpscare? Aha. Na, erre mit szólsz? Erre mit szólsz? Te, mocsadék. Hányan gyűjtök még? Ma menjél a bászáj! Ja, ez az a tengerparti pálya, ahol így el kellett szállítanunk azt a robbantós ajándékot annak a sérült nyuszinak. Most esett le. Ámon csordék. Nefe. Instant karma. Nessa neked, te! Búvárosok is kimaradnak a buliból. Ah! Na, hol vagy üsz? Hol vagy üsz? Nagyon össze-vissza így adja a rakétát. És sikerült! Megvan az újabb baby Globox. És megint a marha pörkölthöz adott tanácsot, hogy hogyan készüljön el a legjobb pörkölt. És itt is van. És hát... visszajutottunk. A tömlöcünkbe. Én pedig egészségesen. Megnézem a biztonság kedvéért, hogy így hanyadik napnál tartunk. Már most csináltuk meg a... Na, akkor ezt a pályát ugye megcsinálom. De mint hogyha jövő, mint hogyha megcsináltam. De ezért.
végén így csak így elrontam az egészet, de nem baj, visszahozzuk ezt. De amúgy nagyon össze-vissza van az egész ritmus, hát nem úgy megy, mint az elére. Na gyerünk! És meg is volnánk ezzel. Megcsináltuk az összeset. És meg is szereztük a bónusz kitted. A Raymanino. Kis focista szettet kaptunk. Ahogy én nem is emlékeztem, hogy lehet a többi napnál így utólag bepótolni a többi feladatokat, hogyha vagy legalábbis hát mind a négy feladatot megcsinálni. Hát legalább ezt is megtudtuk. Na, akkor ezzel le is zárnám a streamet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a streamet, hogy szerencsétlenkedtem ebben a játékban, a nyulak körében, és akkor valószínűleg a hétvégén lesz majd az utolsó fejezet. Addig is kellemes napot, kellemes hetet, és kitartást kívánok mindenkinek. Sziasztok!